Be jelenteni, hogy ezennel befejezem az aktív pályafutásomat. Igazából ez nem egy hirtelen történő dolog, hanem azért ez egy átgondolt és megfontolt dolog. Többször hangsúlyoztam, hogy a 12 éves Bundesliga karrierem során ott lettem profi labdarúgó, és ott is szerettem volna befejezni az aktív pályafutásomat. Ez volt mindenképpen a célom, a legmagasabb szinten elkezdeni és a legmagasabb szinten befejezni volt egy, egy éves kitérőm, függetlenül azt mondom, hogy nagyon büszke vagyok erre a 12 év Bundesligára, arra, hogy négy különböző Bundesliga csapatban szerepelhettem, az, hogy jelenleg a legeredményesebb magyar labdarúgó lehetek a Bundesligában, az, hogy két csapattal bajnokok ligájában szerepelhettem, az, hogy mind a két bajnokok ligája szereplésben kivettem elég komolyan a részemet, az, hogy ez idő alatt lehettem folyamatosan válogatott játékos. Valójában a válogatott pályafutásomról ugye már múltkor sokat beszéltem, és elmondtam mindent. Ez egy nagyon logikusan átgondolt és felépített döntés volt, mind a válogatott részére, illetve az, hogy utána az aktív pályafutásomat hogy szeretném befejezni. A cél az valójában már tavaly nyár volt, aztán idén nyár lett, de de, de ez egy átgondolt és, 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 teljesen megfontolt döntés. Aki ismer, azt tudja, hogy mindig is a legmagasabb szinten és nagyon a legmagasabb profi körülmények szintjén, itt nem csak a körülményekről van szó, hanem főleg a, a szakmai tudás oldaláról szerettem nap, nap készülni és megbirkózni a legnehezebb feladatokkal, úgyhogy ez mindig a szemem előtt volt, hogy, hogy ott kezdtem és ott is szeretném befejezni. Röviden így részemről ennyi, természetesen készen állok bármilyen kérdésre, illetve bármi olyan dologra, ami, ami érdekelne titeket, hmm. úgyhogy akkor hallgatok mindenkit.